Üdv mindenkinek innen az AquaWorldből, ahogy azt ígértük, kilátogatunk a New Era rendezvényre. A többes szám kicsit indokolatlan, hiszen Szerako Junior nem jött, úgyhogy majd magam próbálok helytállni. Amit a New Era-ról tudni kell, hogy ez a második megrendezett ilyen AquaWorld-ös rendezvényük, aminek az a mottoja, hogy mobil off, élmény on. És mivel az AquaWorld-ről beszélünk, itt van elég hely, ahol élményt lehet szerezni. Majd megpróbáljuk mindenket szépen lassan egyenként megmutatni, illetve mivel videós rendezvényről lévén szó, rengeteg videós itt van, párat talán megpróbálunk megszólaltatni. Ezen kívül meg különböző sportesemények lesznek itt a kinti helyszíneken, lesz egy strand foci, ami lehet, hogy látszik is a hátam mögött. Valahol ott. Lesz vízilabda, lesz mindenféle ügyességi játék, quiz. Hogy ezek hogy fognak kinézni, azt majd itt a videóban meglátjátok. Én pedig átkapcsolok Beach Mode-ba. Na, de kezdjük az alapoknál. Mint mondtam, a helyszín az AquaWorld, önmagában is egyedülálló Budapesten, hiszen nem sok felett és egyben nyitott akvapark van a fővárosban, ami egész évben várja a kikapcsolódni vágyókat. Aki áztatni szeretné magát, az talál itt élménymedencéket sok kényeztető kiegészítővel. Bugyok, sodor, spriccel, veret. És aki rosszra gondol, az húzza le magát. Apropó csúszdák, a csúszdázni vágyókat várják különféle jobbnál jobb csúszdák, hol gumival, hol gumi nélkül. De természetesen erről nincs felvételem, mert olyan sor volt a teltháznak köszönhetően, hogy azt beszélik páran, sorra kerülés előtt természetes halált haltak. Van itt még gyerekmedence, hullámmedence, úszómedence, szaunavilág, és így tovább, 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 és így tovább. A New Era rendezvényén az egyik kedvelt össznépi sportos strandfoci volt, ahol már felfeltűntek különféle videószolgáltató kisiparosok. Próbáltam utána járni Radics Petinél, hogy ő milyen kölcsönhatásban van a vízzel és a vízpartokkal. Peti, te hogy viszonyulsz általában a vízhez? Tehát ilyen vízparti ember vagy, vagy általában az, aki kicsit lehet rángatni a vízből? Hát én ha tehetném, én egész nap benne lennék. Most nagyon örülök, hogy itt vagyok. Majd este 8-kor talán, mert addig ugye a kedves követőkkel kell foglalkozni, ami teljesen rendben van. Egyáltalán nem akarok még csobbanni, de hogy is, nincs is melegem, nincs is semmi problémám. De hoztál magaddal a vízállókendőt? Persze. Tehát vízállókendő, vízállótelefon, tehát a selfit azt meg kell csinálni. És a beígért gyerek csúszás... csúszás meg lesz? Egyelőre hadd szokjam a helyet egyébként, igen. Még azt sem tudom, hol van a gyerek csúszda egyébként, de meg fogom keresni. Most már, hogy Radics Peti a haverom, körülnéztem, hogy mi a helyzet a többi videós frontján. Pihenni nem sok idejük volt, hiszen mindig voltak, akik megálltak náluk egy-egy szóra, hogy itták a szavaikat, ha sztoriban voltak. Szerencsére a VR-os srácokat is meg tudtam kérdezni, hogy miként viszonyulnak a vízpartokhoz. Jani. Szevasz. Szevasz, Jani. Szevasztok. A Tigris hogy viszonyul a vízi körülményekhez? Ez attól függ, nagyon szeretem a vizet. Kifejezetten szeretem az óceánt, vagy a tengert. Annyira az ilyen klóros témákat nem, de ennek egy oka van, hogy kicsit allergiás vagyok a klórra. És ilyen kiütéses leszek tőle. Szóval annyira nekem, nagyon nekem nem szeretem. Nekem a szemem durran be, de akkor... Igen? Úristen, tehát én simán csak belemegyek a vízbe, akkor is jó, hogyha nekem nálam van úszott. Nekem nincsen bajom, egy kicsit mondom, kiütéses leszek, de annyira nem para amúgy. Szóval így, hogyha... Tehát ezt már kipróbáltam itt a csúszdákat, meg ilyeneket, szóval nagyon menő. Ja. És melyik csúszda volt, amik a legjobban bejött? Hú, basszus, a nevét, hogy az, hogy tavaly próbáltam őket. Valamelyik valami ciklon, vagy ciklon? Szivárvány. A szivárvány, azt tudom, hogy az megjegyeztem. Az nagyon durva, meg van még egy valamelyik, nem tudom. Az UFO, amelyik neki a nagy... Az UFO. A nagy toalett. Az basszó. Az basszó. És hogyha mondjuk netántán van bármi szabadidőtök, akkor inkább tópart, vízpart, vagy esetleg ilyen épített... Nincs szabadidőnk. Jó, de, volt a de egyébként, de amúgy tényleg nem szoktam járni strandra, pont emiatt a klóros téma miatt. Nem. Pisti, igen. Te mennyire vagy vízpartos, vagy mennyire szoktál így, ha néha van szabadidőtök, kimozdulni vízpartra? Vízpartra? Természetes víz, vagy bármilyen víz? Bármilyen. Nekünk van egy ilyen kikapcsolódási módszerünk a barátaimmal, amit egyébként minden nyáron csinálunk. Ez az úgynevezett strandolás, nem tudom, hallottál arról, nagyon durva. Az a lényeg, hogy hát sajnos, nem sajnos, de néha kell egy kicsit elrugaszkodni a valóságtól, és hál' Istennek van a baráti köröm, hogy általában ilyen vasárnap reggeltől, vagy szombat reggeltől attól függ, így két hetente nyáron meg szoktunk ejteni a strandolást, ami sok minden mással is együtt jár.
előfordult már olyan is, hogy vízzel, nem? Nem, tehát nem léptem kapcsolatba semmilyen vízhalmazállapot a dologgal a strandon, de ettől függetlenül szeretek ott lenni, meg a rohadt melegben azért jól jön. És mit kedvelsz jobban? Ilyen tavas, vízpartos dolgot, vagy kiépített strand, akvaparkok? Hát igazából azt mondom, hogy nekem azt mondom, hogy mindegy. Én a klasszikus strandokat nagyon szeretem. Tudod, lángos, kisfehér pohár, pisilős pohár, kávé, meg ilyenek, nekem az a hangulat úgy adja. Egyébként az akvaparkokat is szeretem. A tavakkal kapcsolatban nem tudom, úszni talán jobban szeretek így merencékben, mint tóban. Nem tudom miért. Tehát tavaly is például lent voltunk a Balatonon, és így amúgy kurva jó volt meg minden, de úgy nem tudom, ott álltam, ott így pöcsögért a víz. Oké, okay, nem tudom, az annyira nem jött be, de amúgy ott lenni kurva jó. Inkább a strandra megyek ki. És itt az AquaWorldben kipróbáltad már a dolgokat? Voltatok itt már régebben? Mert gondolom a mai nap nem... Nem, a mai nap sajnos nem volt alkalmas arra, hogy ugye ilyeneket csináljunk, mert ugye hát szórakoztatjuk itt az embereket, stb. Voltam amúgy már AquaWorldben. Nem vagyok feltétlenül olyan nagy csúszdás, de úgy kipróbálni ki szeretem. Tehát úgy egyszer megnézem, hogy milyen, annak jobb olyan dolgok, az biztos. Én inkább az a... Tudod, ez a jacuzzi is vagyok, ha már így eljövünk egy ilyen helyre. Na, akkor az a kedvenc itt az AquaWorldben? Nem. Abban jó úgy üldögélni tudod egy kicsit. Hogyha ilyen kérdésed van, hogy melyik medencéket szeretem, vagy ilyesmi, én vagyok az, aki az úszómedencét szereti. Végre egy. Tehát tudod, nem a 32 fokos testpedős szar, hanem tudod tényleg az, hogy az a tipikus mindenhol kékszínű, általában vannak sávok, és akkor én abban tudok leülni. Ilyenkor nyáron. És ilyenkor úszni is vagy csak úgy? Ne, én úszok ilyenkor, ja. Ja, szeretek benne úgy testpedni is, csak tudod, egy idő után az már úgy hideg, és akkor olyankor elkezdek úszni. Na, az király. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Remélem tetszett nektek a kis összeállításom a New Era-ról. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük!